Idén több beruházással és felújítással is készült a Sóstói Parkfürdő a szezonra. A gépészeti terek és a szivattyúházak mellett a gyerekek játszóterei is megújultak. Az Aquarius élményfürdő mellett pedig még jelenleg is épül a gyógyászati szárny, ahol a szauna részleg felújítása még folyamatban van. A munkálatok ellenére hamarosan nyit a parkfürdő és az élményfürdő is. A beruházás a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója szerint nem zavarja majd a vendégek kikapcsolódását. Május 30-án szombaton nyitja a Sanda kapuit. Már ezen a napon nyilvánvalóan különböző programokkal várjuk, így az egészségsátorban tanácsadástól kezdve a vércukorszintmérésig mindenféle orvosi és egészségsátoros akciók lesznek. Emellett aqua fitness-szel, búvárkodással, ingyenes búvárkodással várjuk a kedves vendégeket. És hát mindenki kap egy kupont, aki május 30-án szombaton jön a strandra, és ezzel a kuponnal majd egészen június 30-áig egyetlen alkalommal egy 50%-os kedvezménnyel újra visszavárjuk a vendégeket. A vezérigazgató hozzátette, a jegyárak minimálisan emelkednek idén, de ezzel együtt családi kedvezményt vezetnek be, amit már nem csak a nyíregyháziak vehetnek majd igénybe.